fel kellett volna úgy készülni egy saját motorral, és akkor nem repülővel kimenni, hanem furgonnal, és mindig a világbajnoki motoromat, aminek ott volt a másik replikája, de az eredeti az nálam van ott van. Hát ezt tegyük tisztába, tehát az eredeti van nálad a motoriban. Így van, az eredeti, így van. És a csapatnak csak egy replikája van meg ennek a motornak. Így van, így van. Ez itt a p1rész.hu podcastja. Mai adásunkban Talmácsi Gáborral, hazánk 2007-es 125 köbcentis gyorsasági motoros világbajnokával fogunk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntjük a P1rész podcast nézőit, mai vendégünk Talmácsi Gábor, aki hétvégén egy nagyon izgalmas rendezvényen vett részt, Racing Legends elnevezéssel, elnézést. Gábor, mesélnél erről egy pár szót, hogy mi volt ez a rendezvény? Mert csak a Facebookon láttuk, egy hosszabb posztot kiraktál, de hát elég illusztris társasággal, impozáns versenyzők között, és ha jól láttam, a Ricardo Tormo pályán volt ez a rendezvény. Igen, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és örülök arról annak, hogy itt most a podcastban, itt a P1rész podcastban erről beszélhettek, mert nagyon nagy élmény volt. Így nehéz volt a Facebookon ezt így megfogalmazni, hogy mi is ez. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a valenciai pálya, versenypálya meghívott egy rendezvényre, amelynek a rendezvénynek a csúcspontja az volt, amikor Jorge Martín az Aspar körbe ment az első motorjával, és a jelenlegi... Ez a Gigi Kobász volt. Igen, igen. Meg a Derby, tehát igen. Több motorral is ment. Ez egy olyan autós, motoros rendezvény volt alapvetően, ahol be lehetett nevezni, nem versenyek voltak, ilyen gurulások. Klasszikus autóktól kezdve klasszikus motorokig, veterán motorokig, olyan gyűjtők is megjelentek, akiknek egy-egy MotoGP motorjuk is van, tehát tényleg A-tól Z-ig ott volt a technika eleje és csúcsa, mind autósportban, mind motorsportban, de az egész gyakorlatilag, ugye, ahogy mondtam, a Jorge Martín az Aspárnak a tiszteletére jött létre. Ugye Jorge Martín az Aspár négyszeres világbajnok, és az ő csapatánál versenyeztem, és értem el az én világbajnoki sikeremet. Véletlenül pont Valenciába. És minden arra mutatott, hogy ezen a rendezvényen ott kell, hogy legyek, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak, ott lehettem. Ugyan motorozni nem motoroztam, mert most a csapatnak a világbajnokai, akik többen vannak, ilyen például Guevara, ugye, Nico Terol, Julian Simon, ott volt Dani Holgado, aki a Junior GP-n nyerte, Álvaro Bautista. Nem mindenki tudott ott lenni, ugye kezdődik a szezon. Bautista nem volt ott, de ott volt Julian Simon, én, jó magam, Dani Holgado, és akkor ti nem mehettetek. Nem, de szerintem jövőre ez még jobb lesz ez a rendezvény, wow. És én vittem magammal a bőrruhámat, mert nem volt egyértelmű. Láttam, igen. Nem volt egyértelmű, de talán fel kellett volna úgy készülni egy saját motorral, és akkor nem repülővel kimenni, hanem furgonnal, és mindig mondjuk a világbajnoki motoromat, aminek ott volt a másik replikája, de az eredeti az nálam van otthon. Hát ezt tegyük tisztába, tehát az eredeti van nálad a motoriban. Így van, az eredeti, így van. És a csapatnak csak egy replikája van meg ennek a motornak. Így van, így van. Ez az első ilyen rendezvény volt? Tehát ez az első Racing Legends volt? Ez a második. Második. Volt. Azért volt ez különleges, mert 25 éves a pálya, és most ünnepli a születésnapját, és a valenciai pálya nekem az egyik kedvencem. Tehát nem csak azért, mert ott nyertem, és maga ezen a 25 éves ünneplésnek a részeként is, és ott lehettem a pályán. Ugye előző évben is a MotoGP-n ott voltam, sőt, még az FIM Mini GP-n is, ahol a legkisebbek ugye, mérdik össze a tudásukat. Tehát nekem a valenciai város, a csapat, az Aspar csapat, az ottani barátok, ellenfelek, ugye Hector Fauber is valenciai. Nem, az összes point, az összes kérdést lelőd, megválaszolod. Jó érzés volt, és ugye nem motoroztunk, de az ottani VIP-be a nemzetközi kapcsolatok, az a nyom, amit hagytam így a motorsportban, hogy magyar versenyzőként, egy spanyol csapatnál. Hát ez egy erős lábnyom. Az egy erős lábnyom, igen. És hogy nagyon szeretnek, nagyon tisztelnek, ugyanúgy oda-vissza, és nagyon jó érzés volt ott lenni ezen a rendezvényen. Nagy imádattal nézem mindig az Insta Reels videókat, amiket ilyen rendezvényen felraksz, és láttam a múltkor, azt hiszem talán pont a Junior GP-n, vagy a Mini GP-n, hogy volt sonkapult külön, most volt sonkarajongásnak, eleget tudtál tenni, vagy most nem volt külön sonkapult? De volt sonkapult is, talán nem olyan, mint az évben,
De ennek a rendezvénynek ez egy fesztivál volt. Igen. Volt egy olyan része, ahol tényleg ezek a street food éttermek, vagy bodegák, vagy autók, mint hospitalitik, így felsorakoztak. Martinez köré, ez volt az első olyan rendezvény, tehát hogy amit Martinez köré építettek föl, vagy már az első is Martinez? Nem, az elsőnél alatt. Még nem. Ez úgy tűnik, hogy akkor lehet, hogy Martinez állandó lesz, és hogy akkor ez egy minden évben egy Martinez rendezvény lesz. Ez nem egyértelmű, Martinez biztos. Vagy ez csak az idei évben volt most így külön Martinez, mint kiemelt személyiség. Erre pontosan nem tudok válaszolni, de szerintem én azt gondolom, hogy ez folytatódni de fog. De azt kijelenthetjük, hogy ez olyan rendezvény lesz, ahova akkor a nézők is elmehetnek, tehát szabad lehet jegyet venni. Lehet jegyet venni. Tehát most gyakorlatilag akkor felkerült egy olyan újabb motorsport rendezvény a palettára, ahova rajongók elmehetnek és találkozhatnak a kedvencekkel. És ezt nagyon szerettem. Igen, mert itthon nem sokat tudtunk róla, és azért elég sok magyar jár van. Ebből járban. Lehet ötletet meríteni. Igen. És én azt gondolom, azért lesz az Aspar a rendezvény része mindig, akár jobban, akár kevésbé, mert éppen azért a történelme miatt mind versenyző, mind csapatversenyző tulajdonos, a világbajnokai, az újabb és újabb sikerek, szerződések, és az ő társaságába tartozik egy olyan ügyvéd, aki az Valencia szép pályát megálmodta, és megcsinálta. Tehát ők egymást támogatják, úgyhogy... És a mai világban ügyvédek nélkül nem megy a dolog, úgyhogy... Szükséges. Hát ez tök jó egyébként. Én azt láttam rajtad, hogy most úgy tényleg olyan nagyon felszabadultan voltál ott egy motorsport rendezvényen. Tehát, hogy kicsit azt láttam a képeken, de cáfold meg, hogy nem mint munka, hanem hogy próbáltad jól érezni. Abszolút. Valahogy, igazán. Igen. És talán az első olyan rendezvény volt, ahol nem kérdezték meg tőled, hogy miért előzted meg Mika Kálliót, hanem hogy örültek annak, hogy mindenkit megelőztél, és amúgy ez lett volna a következő. Most akkor Faubel ott volt, vagy nem volt ott? Nem volt ott a Faubel, a világbajnokok voltak ott. Amúgy a rendezvény része az is volt részünkről, akik ott voltak, Aspar versenyző világbajnokok, hogy volt egy óriás színpad, és ott volt egy órás beszélgetés. Igen, azt láttam. Igen. Az nagyon jó sikerült. Ugye nem beszélek spanyolul, de angolul beszéltem végig. Fordították, megpróbáltam röviden válaszolni mindenre, és az volt az első kérdés amúgy, hogy volt-e csapatutasítás 2007-ben. De ki a közönség kérdezett? Nem. A speaker kérdezte. Volt-e csapatutasítás? Így van. Tehát 17 évvel a világbajnoki cím után ez még mindig egy kérdés ez volt. Ez mindig egy kérdés volt, és akkor én azt mondtam neki, hogy próbálom ugyanazt elmondani most is, hogy sok mindent átélhettem a karrierem folyamán, nagyon sok mindent. Nem volt csapatutasítás. Épp ez volt benne a szép és a sport értéke, mert tudjuk, hogy a biznisz mennyire dominál ebben. Igen. A sportban. De itt a sport értéke az volt, hogy győzön a jobb. Ez csodálatos volt. Tehát hogy azért erről is mi is beszélgettünk már, mert sok interjúban, meg magánbeszélgetése, hogy nem volt csapatutasítás, de az, hogy ez egyébként még mindig kérdés egyrészt, az meglepő. Az, hogy Spanyolországon belül lesz kérdés, az még inkább meglepő, de hát alapvetően az a szabadság is meglepő, amit akkor te kaptál, meg gyakorlatilag az a performance, hogy Aspar azt mondta, hogy jó, akkor mindenki tegye bele, amit tud, és a végén az jön ki győztesen, aki megérdemli. És ezt elmondtam a színpadon is, hogy ez... És hogy fogadták? Hogy fogadta ezt a spanyol közönség? Nem tudom, hogy fordították le. De mindig tapsolták, abszolút. Az jó, az igen, klassz. Mindig, az klassz. És akkor úgy kerültél oda, tehát úgy kaptad a meghívást, hogy a csapat egyik világbajnoka vagy tulajdonképpen, és azt láttam még, hogy egy különleges ajándékot vittél. Igen, én azt gondoltam, hogy nem menjek üres kézzel, mert szerintem ezt be fogjuk vágni a beszélgetésbe, ezt a képet a legendás koronás isakról. Igen. Igen, mert hogy az a koronás is, amiben világbajnok lettél, vagy az egyik abból a szezonból? Vagy ez egy replikája. Ez egy replikája. Ugyanabban a műhelyben készül ez a tényezés, mint az összes többi, de az a sisak, amiből az örökre nálam marad, mint a motor is, de a replika az egy... Az Martíneznek még nem volt Almácsi sisakja. Nem eddig. Volt, és 2018-ban mondta nekem még Jorge Martínez Aspar, hogy ezzel vagyok úgymond tartozom. Tehát, hogy a motor nálad van, de a sisak még nincs nála. Hogy ezzel úgymond tartozom, és ez nekem így a fejemben volt, és már régóta gondolkodtam, hogy akkor hogy kéne ezt odaadni, hogy kéne ezt szépen átadni. És eszembe jutott, hogy én tartozom a sisakkal, és gondoltam, hogy átadom neki a színpadon.
És egy kicsit elmondom azt, hogy mi is az a koronás sisak, és hogy miért használtam mondjuk egy ideig a nemzeti színeket a sisakomban, aztán későbbiekben is szerettem volna többet ennél jobban megjeleníteni, mondjuk úgy, hogy a magyar államiság egyik képét, és talán egy picit akkor nagyképű volt, mert akkor nem voltam még világbajnok, amikor... Ezt nehezen értette meg a nemzeti sajtó, igen. Vagy igen. Nemzetközi sajtó, igen. De hogy valahogy így picit azt mondom, hogy nem biztos nagyon átgondolva, de így gyerekversenyzőként ezt én eldöntöttem. Sőt, 2005-ben ugye még a KTM-mel motoroztam, és a Brünói nagydíjon akkor ez igen. Egy különleges isak fényezés volt. És hogy így gondoltam, hogy ezt megtartom, és hát most mondjuk ki, hogy ezzel lettem a király a kategóriának. Gyakorlatilag igen, ezzel sikerült. És ezt is elmondtam neki, hogy ez úgy készült, hogy ez egy nagyon komoly jelkép, és én a nemzeti színek helyett én ezt használtam, és ez egy plusz erőt adott nekem, meg a szurkolók felé is, ez egy nagyon jó üzenet volt. Na jó, ebben menjünk bele egy kicsit. Nem gondoltam, hogy ebben belemegyünk, de menjünk vissza az időbe. Ez ugye egy városi legenda volt, hogy amikor Brünnben 2005-ben megjelentél a KTM csapatba, ebbe a sisakba, a piros-fehér zöld ruhába, akkor ezt a finoman fogalmazva az osztályok nem vették túl jó néven, és valahol miért az a verseny nem is úgy sikerült, ahogy te eltervezted, vagy ahogy sokan várták, pedig mondjuk minden esély meg lett volna arra, hogy dobóra állj, de azt hiszem mégis az ötödik lett. Ötödik lettem. Nagyon jó az emlékeit. Ott álltam a célegyenesben. És voltak ilyen hátsó hangok, hogy igen, hogy a KTM-nek ez nagyon nem tetszett. Most ebben ne is menjünk bele, felesleges, hogy mi tetszett a KTM-nek, mi nem. Nyilván egy tök jó csapat volt, alakult a dolog, ahogy alakult, de ugyanezt átmentetted 2007-re ezt a sisakot. Ez mondjuk az Aspárnak soha nem volt probléma akkor, hogy te egy magyar szimbólummal egy koronás sisakba fogsz versenyezni? Nem. Tehát ez nem. Nem problémáztak? Nem volt, nem. Érdekes. Nem volt probléma. Ez érdekes. De minden esetre becsületes és dicsőítő gondolat, hogy ennyire szabadon hagytak ilyen téren is akkor versenyezni. Abszolút. Tehát a legjobb emlékem igen. Nem csak a motorral kapcsolatosan, hanem a csapatban való munka, az egy öröm volt. Tehát, hogy talán azt mondhatnám így utólag, hogy a szurkolók sokszor megkérdezik, hogy bírtam ezt a terhet, hogy tudtam ennyire jól teljesíteni. És azt gondolom, hogy ez mint egy váldiznibe lenni, tehát játszani és élvezni, és az egy művészet volt, és így mentem, és nem éreztem úgy nyomásként, hanem inkább örömként. Persze voltak benne fordulópontok, de egy nagyon jó év volt a 2007-es. Nem csak a 2007-es, sok minden jó emlékem van. De az a könyv, ami akkor született, az azt hiszem, ezt nagyon jól ábrázolja és bemutatja. Hogy az életem 200 felett, igen. Igen, hogy gyakorlatilag nehéz volt, de talán mégis ebben a nyomás, vagy ilyen nyomás alatt milyen könnyedén lehetett dolgozni, hogyha úgy tényleg rendbe mennek a dolgok, és hogyha úgy tényleg minden úgy történik, hogy valójában a versenyzőnek azt kell belerakni, ami rá tartozik az, hogy versenyezzen és felkészüljön megfelelően a futamokra. Visszatérve a színpadra, hogy akkor átadtam neki ezt a Szent Korona festésű sisakot, nagyon jó érzéssel, és még tartozok nekem ugye bőrruhával is. De azt arra tartogatom. Hogy jövőre visszamegy. Nem, hogy ők megnyitják a saját pályájukat, hamarosan az Aspar Circuit nevezetű pályát. És az hol lesz? Az Valencia alatt 30-40 kilométerre, ami nem ilyen nagy méretű pálya, tehát nem ilyen 4,5 kilométeres homológ nagy pálya, hanem körülbelül, mint az Euroring. Euroring a kulcs között valahol. Valahogy ilyen Euroring. Voltam is ott, és ott lesz nekik a nemzetközi, tehát minden az egész bázisuk, tehát a csapatszerviztől kezdve az akadémia, minden egyéb dolog. És én azt gondolom, hogy biztos meghívnak arra a rendezvényre is, és akkor elviszem nekik a bőrruhát. Melyiket? Hát a bankahás zöld bőrruhát. Az eredet? Abból van több. Az egyiket és egyiket mindenképp. És nem csak azért, mert hogy szeretnék kedveskedni, hanem annyira becsben tartja ezeket a relikviákat Jorge. Én voltam a mostani bázisukon, ami még nem az új pálya, hanem a mostani, hogy ott tényleg minden egyes szezonhoz a világbajnoki motorok, az ahhoz tartozó sisak, bőrruha, még érmek is, tehát egy olyan szentély, amihez szerintem ez még hozzátartozik, úgyhogy hát Aspárról azt hiszem kijelentetjük, hogy ezt nem fogja meghallgatni, de hogy ezt fogom neki. Ja, hát Aspárról azt hiszem elmondhatjuk, hogy az egész élete a motorsport körülforog, és az egész életét a motorsportnak szentelte, tehát ő ebbe érte. Mennyi idős?
59 talán. 59. És ha jól emlékszem, akkor talán a 1997-ben még ment. 97-ben még ment, mert amikor a Valentino Rossi világbajnok lett 105-ben, ők még egymás ellen versenyeztek. Még az a piros Ayrtel Aspar motorral. Piros Ayrtel, 5-ös rajtszámmal. Így van. Még Aspar. Igen. Hát ez sem most volt már. És azt láttam, hogy egyébként mondjuk ott volt Alex Barros. Alex Barros hogy került oda? Tehát egyéb illusztris vendég is ott voltak. Alex Kivié is ott volt, ha jól láttam. Barros ott volt, Kivié-t én nem láttam. Kivié-t nem, de vagy ő nem. Két napos volt a rendezvény. Ki, akkor lehet, hogy az első. Te egy napot voltál? Nem, én kettőt voltam. És ugye Barros az ő kézlenyomatát helyezte el a valenciai pálya bejáratnál. Wow. Ő azért volt ott, mert meghívták. Ő nyert ott futamot, még akkor 500 köbcentűbe két ütemű motorral. És mint futamgyőztes letette a kéz nyomatát ott a bejáratnál. Azt a minden. És ki volt még ott egyébként, akkor mely versenyzők voltak ott még? Szerintem felsoroltuk, tehát hogy tehát nagyjából megvan. Így van, így van. Aki nekem nagyon hiányzott, az Bautista, jól lett volna, hogyha ott van. Igen. De nem tudott eljönni. Lábadozik. És hogy épült fel a motorgyűjtemény? Tehát nemzetközi gyűjtőket hívtak meg, akik kivitték a motorokat, vagy beregisztráltak előre. Most egy kicsit próbálom a rendezvényt pozícionálni, tehát olyannak kell elképzelni, mint egy ilyen klasszik rendezvényt, akár a Sachsenringen, vagy akár egy Mini Goodwood, hogy akkor Európa nagy gyűjtői megjelentek, elvitték a versenymotorokat. Mert láttam, hogy ezt azért nem tudom, mert nem voltam a Goodwoodon, és nem voltam máson. De hogy így messziről talán nem volt annyira ilyen sok, szempontból igen. Ennyire sok résztvevő. De formulaautók is voltak. De formulaautók is voltak. Forma 1-es talán nem, de formulaautók voltak. Én szerintem kinőheti magát a rendezvény egy ilyen jellegűre, mert nagyon nagy igény van rá. És minden motorral, ami ott volt, mehettek egy kört, vagy csak mindennel. Akikre? Tehát mindennel. Egyszerre a pályán a wow. Scott Reddingnek a régi MotoGP motorja, láttam. És a 1960-as TT győztes. Kicsit alul volt prezentálva maga a rendezvény, szerintem, tehát se előtte nem lehetett hallani róla, és utána a közösségi médiában sem nagyon láttam róla semmit, de azt a néhány képet, amit sikerült felkutatni, úgy láttam, hogy ez egy elég klassz rendezvény. Igen, és a nézőknek lehet. Is, tehát ilyen open padok volt, bárhol lehetett menni, mindent megnézni. Mennyibe került a jegy? Ezt nem tudom. A VIP vendég soha nem tudják, mennyibe került a jegy. És akkor ez szombat-vasárnap volt ez a rendezvény. Igen. Csodálatos. Klassz. Szép idő volt, fantasztikus. A pálya az fantasztikus. Ugye 14 kanyar, az egész belátható, ugye a főépület igen. Az kívül van a pályán kívül, és onnan az egész mint stadion úgy néz ki. Sok. Habár mondjuk azt mondják, hogy az emberi szem, úgy, hogy jól lássad a motorokat, az olyan 200 méter, tehát hogy hiába lát, hát, de mégis az belátod érzés a pályát. Ott van, egy katlanba vagy. Azért a nagy bugi az csak-csak az lenne, hogyha jövőre akkor egy klassz mikrobuszba beraknád a azt az egyetlen motort, ami a nappaliban van, a VB motort, és azzal menni egy kör. Ez nem kérdés. Mit kéne azon most csinálni, hogy elinduljon a VB-s motor? Azt képzeld el, hogy minden rendben van. Tavaly előtt az olasz barátom, aki MotoGP-n és a Superbike-ba is szerel, igen. Megcsinálta? Úgyhogy, mert mindig van valami. De most pont nem indul, és valami elektronikai dolog van, tehát mikor összedugod az akkumulátort, ami nem olyan rendszerű, hogy nem nyújtást kell adni a motornak, de hogy működjön az egész rendszer, az valahogy most nem működik, és emiatt nem indul, úgyhogy ezt meg kell nézetni, hogy miért. Hát ez lehet, hogy csak a karma. Lehet, hogyha visszavinnétek Valenciába, ott lehet, ott érezni magát, hogy igen, indulna. De úgy mechanikailag, tehát a rendben van, tehát, hogy elvileg indul, hogy betesszük a benzint, és megtolod, és kell, hogy menjen, igen. Térjünk át kicsit a 2024-es esztendőre. Nem tudjuk, hogy mikor fog megjelenni a beszélgetés, úgyhogy próbálunk kontextuson kívülre helyezni. De mi még Katar előtt vagyunk, mire önök látják az adást. Lehet, hogy már Kataron túl leszünk, de mégis milyen jóslataid vannak úgy az egész szezonra nézve, ha vannak egyáltalán jóslatok? A tesztek alapján és az eddigi versenyzői karrierem alapján az én információim tekintetében, hogyha fel kéne állítani egy sorrendet, akkor azt mondanám most, hogy Bagnaia jobb, mint valaha, és szerintem stabilabb, mint bárki. Tehát nem osztod azt, hogy a Márquezt két kanyar után nem fogja látni a mezőny? Szerintem az első pár futamon talán nem. Fel kell épülni. Talán nem. De nem azért, mert nem tudná, csak hogy ennek van egy folyamata. És azt mondanám most Katarra, hogy annak tekintetben, amit előbb elmondtál, igen. hogy Bagnaia, Bastianini, Martini, Márquez. És mondtam négy Ducati, tehát ez jelent valamit. Igen.
De más Katar, és aztán jön Amerika, jön Jerez, jön a technikások pálya. Láttuk, hogy ott a KTM-ek is mire képesek. Itt van Acosta, aki jön is bármi lehet. Bármi lehet. És hát jósolgatásban nehéz belemenni, de gyakorlatilag most ezt a négyet így elmondtam, ide még jöhetnek versenyzők, de talán ezt érzem így a legerősebbnek. És hát a gyártók tekintetében a Honda Yamaha még továbbra is szerintem az európai gyártók mögött van. Fejlesztés alatt, igen. Hogyha most így ezt így bajnokság szinten meg kell ítélni. A versenyzők pedig szerintem közelebb vannak egymáshoz, mint valaha. Tehát szerintem a papírforma szerint a legszorosabbnak kéne legyen, amióta van MotoGP. Igen, szerintem, persze. Szerintem, igen. Mert hogy nagyon picik a különbségek. Hát egy körön nagyon, de ritmusban is most már, versenyritmusban is. Majdnem mondtam, hogy az első 10, de ez hazugság, mert nagyjából az összes verseny, ez nagyon közel van egymáshoz, és nem tudjuk, hogy ez minek köszönhető, de azért nagyon úgy tűnik, hogy helyettesíthető bizonyos szempontból. Ide, hiába rakosgatjuk őket másik csapathoz, attól még a teljesítmény viszonylag konstans tud lenni, és kiegyensúlyozott, tehát olyan fura. Igen, olvasom a cikkeket, amiket írsz a P1 részen, és... Remélem a többiekét is. Igen. Csak hogy most pont így egymás szemvelünk, és azért gondoltam, és amit írtál a Márquezről, hogy altat. Nem, az egy kérdés volt. Én nem tudom. Még a szakmának a véleménye is teljesen megosztott volt ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy én még versenyzőtől nem hallottam azt, hogy altatna. Ez az egyik oldala. A másik oldala, Simon Kriffárek ott van a pálya mellett, és azt feltételezi, hogy hát lehet, hogy elsporolt egy kicsit, nem tudom. Az, hogy elsporol, talán az erős, de talán igen. Azt, hogy nem megy el odáig, amikor láttuk, hogy elesik, és akkor neki az a határ, talán igen. Ebben lehet, de ez nem csak azért van, mert talán, hogy altat, hanem hogy azért elég sok sérülése volt, és figyelnie kell magára. Ami biztos, amit én látok szakmai szemmel, hogy nekem még nem úgy ül a Ducatin a Márquez, most tegyük fel, hogy gyors vagy nem gyors, tehát ergonomilag nem úgy ül. Nem szokott még össze a motorra. Ahogy én szeretném őt látni. Az eddigi felvételek és az eddigi képek alapján, mert nézegetem, viszont Bagnaia meg jobban ül, mint az előző éven. Tehát felszabadultabban és dinamikusabban. Tehát valahogy úgy mozog a motorral, mint még soha. Ebből én azt következtetem, hogy az a sorrend, amit ott az előbb elmondtam, az valószínűleg, hogyha nem történik semmi, akkor az úgy állja helyét. Teljes mértékben egyetértünk, mert valóban azt hiszem, bár ezt nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem jó, de talán ebből a szempontból is a MotoGP megindult a Forma 1 irányába, hogy minél inkább, minél több szezon tud egy adott versenyző eltölteni az adott gyártónak a motorján, annál inkább összefornak, és annál inkább egyé tudnak válni. Bár most megcáfolom saját magam, mert menjünk vissza a Márquez Honda időre, tehát senki nem tudott úgy menni a Hondával, mint Márquez, és egyébként nyilván ez is annak volt köszönhető, hogy nagyon összeszoktak az évek alatt, tehát hogy volt rá 10 évük. De valóban én is azt látom, hogy Bagnaia talán kiegyensúlyozottabbnak, és talán gyorsabbnak tűnik, mint valaha az egész MotoGP karrierje során. Tesztek alapján abszolút. Minden. És ahogy tehát látom a dinamikáját a képeken, hogy ül a motoron, nem azt nézem, hogy hogyan lógra a motorról, hogy milyen szögben és mértékben. Nem feltétlenül hanem, a leglátványosabb, de az igen, látszik, hogy a leggyorsabb. Mert hogy a Martin még jobban lent van, de nem attól lesz valaki gyors, hogy nagyon leszáll a motorról, de másképp ül a motoron most Bagnaia, mint nem megyek bele, hogy miért, mert egy hosszabb, mint de előtte. De úgy szerintem érdekelne mindenkit, hogyha van és, kedved egy és, két percben. És az elég sokat foglalkozok az ergonómiával. Igen. Sőt, egy saját fejlesztési alkatrészt is fejlesztek egy kedves barátom, és tényleg a szakdolgozatomat mondjuk is. Mondjuk hogy hát fekete bálinttal, így van. Mert hogy ugye mennyiszer olvassuk azt, hogy arm pump, hogy mennyire nehéz a kéznek, mert bedurran a versenyzők keze, meg hány olyan tankot látunk például, hogy egyiknek jó a tank, másiknak nem, akkor látunk különböző megoldásokat, de tényleg így van az ergonómiában, legyen az a közutakon is. Ha már nem jól öltözöl fel, túlöltözöl, és mondjuk már szorít valami, vagy nem jó rád a bőrruha, mert nem jó méretet vettél, mert mondjuk jól néz ki tükörbe, de nem kényelmes, igen. Vagy jól néz ki egy fotostúdióba, de nem kényelmes, akkor mennyivel rosszabb lesz a motorozási élmény, és mennyivel hamarabb lesz zsibbadás, egyéb dolog. És ez nem a versenypálya, az még csak a közút. És versenypálya minden számít.
és az egészet visszavetítettem az ergonomiai szakdolgozatomat és a saját karrieremre, ahol előjöttek olyan dolgok, amikor itt tényleg elkezdem átgondolni és leírni, hogy ha visszamehetnék a karrierembe és változtathatnék valamit, mert miért lennének ilyen gondolataim, akkor nagyon sokszor az ergonómia először. Hát a bölcsesség, az sajnos néha csak a korra jön meg. Hogy milyen volt a bőrruha, hogy láttam ki a sisakon, mennyire volt szűk, hogy álltak a karok, a lábtartó, és ez egy külön tudomány, amivel egyre jobban foglalkoznak mondjuk MotoGP top csapatok, de még mindig van benne bőven, mert ugye az a vágyunk a motorosoknak, hogy minél könnyebben lehessen irányítani a motort, és minél könnyebben lehessen hosszú távon menni. Ezt még nem látod már kezdben? Ezt az összefort ezt még állapotot? Nem. Ezt még az eddigiekben nem. De lehet, hogy cserélnek majd egy valamit más is. Kormányt, egy bármit, és akkor lehet, hogy megjön ez az érzés. Tehát azt gondolod, hogy Bagnaia jelen pillanatban az ergonómiai szempontokat figyelembe véve... Abszolút, 100%-os. Van mindenki fölött most nagyjából. Is. Meg a stabilitás, tehát igen. Láthattuk azt, hogy nagyon nehéz kizökkenteni, tehát mindig hozza. Hát a Márti meg az ellenkezője, aki tudnál a gyorsabb lenni, de lehet, hogy nehezebben tud bajnokságot nyerni. Habár eléggé kihúzták az előző évben a végét, mert a sprint futamokon, a kis gyors sprint futamokon Martin az hihetetlen. Lehengedlő, igen. Izgalmas lesz nagyon a szezon. Nagyon. Szegény Loris Capirossira mondta még, nem tudom, talán Colin Edwards egyszer, hogyha egy körön múlna a világbajnokság, akkor Capirossi számtalan alkalommal lenne világbajnok. De Martin is kicsit ilyen, hogyha valakinek jót tettek a sprint futamok, az a Jorge Martin volt. Egyébként egyszer voltam utas egy salakmotoron, azért mondom, hogy utas, mert úgy éreztem, hogy ki utas. Akarom próbálni. Hát úgy éreztem, hogy ki akarom próbálni, de hogy ez gyakorlatilag a salakmotoron csak ültem, nem hiszem, hogy irányítottam. Értem. Viszont egy profi salakmotoros barátom ott állt a pálya mellett, és akkor kérdezte, hogy mi a baj, és mondta, hogy leszámítva azt, hogy minden, ez nem az én sportom, ez se, de hogy egy valami biztos, hogy ő azt látta, ami egyébként az összes kezdő motorversenyzőnél megjelenik, főleg a salakosoknál. Annyira ijesztő, de majd cáfolj meg, hogy például alapvető fáradást okoz az, hogy a versenyző annyira meghökken néha a motor teljesítményén, vagy az adott szituáción, hogy elfelejt rendesen lélegezni, levegőt venni, ami totális havasodáshoz vezet, és hogy a következő pillanatban olyan akut fáradtság lép fel a következő körbe, hogy már nem tudja, hogy miért lett ennyire fáradt. Ez a gyorsaságban elő szokott fordulni, például az, hogy elfelejt a versenyző levegőt venni. Persze. Úgy rendesen. Ez megint az ergonómia része. Nekem volt olyan a malaguti szezonban, hogy emlékszem, hogy görcsöltem a hátam, a nyakam, és még ki is írtam magamnak a plexiről relax. Tehát amikor az egyenesbe vagyunk, akkor ott van, 125-ben van idő. Akkor igen. Van idő. Tehát tényleg lelazulsz, ráteszed a sisakot a tankra, megvan neki a helye, a mélyedés, és tényleg el kell lazulni, mert az a 4-5 másodperc még gyakorlatilag pihensz, vagy kinézel a pitboardra a csapathoz, hogy éppen mit mutatnak. Körök számát, köridődet, ki van előtted, ki van mögötted. A Rio de Janeiro-i negyedik hely, akkor az ennek volt köszönhető, hogy hosszú egyenes miatt ott volt rá. Jók az emlékei. Az egy különleges helyszín volt. De hogy ez fontos, hogy ez tudatosan legyen, tehát hogy hogyan építesz fel egy versenyhétvégét, akkor azt, ha nem vagy ebben tapasztalt, akkor el tudsz felejteni. De hogyha vannak ilyen problémák, akkor például pszichológussal, mentál tréning alapján ezeket be lehet gyakorolni, hogy eszedbe jusson közben. Hogy minél természetesebben hogy minél többet tudjál gyakorlat pihenni. De ez számít tényleg. És a lélegzés is számít. És az sem mindegy, hogy mennyit iszol, hogyan étkezel, és ugye többen is használják azt, az orrtapaszt, hogy széthúzza ugye az orr. Hát, hogyha valaki nem kap levegőt, akkor bizony. De nagyon megoszlanak a vélemények azzal. Nem használtam soha, úgyhogy nem tudom. Nem volt ilyen problémám. De minden számít. És visszatérve arra a kérdésre, amit elfelejtettem föltenni, viszont tökre érdekelt, hogy úgy láttam, hogy Aspar a jelenlegi Moto3-as motorral viszont ment egy kört, vagy kettőt, vagy nem tudom mennyit. És hogy megy Aspar most jelenleg? Hogy ül a motoron? Gumimelegítő volt a motoron. Tehát, de amúgy ő felvezette az ottani motorosokat. Tehát rendes tempót. Tehát nem tolta. Ja, nem tolta. Biztos tudna jól menni, főleg egy ilyen csoda motorral, mert ezek nagyon jó motorok, ezek a Moto3-as motorok. Mentél mostában? Nem, de szeretnék. Most már azért lehetőség lassan adott lesz. Igen, és most már gyorsabb, mint a 125, mert az utóbbi években, mióta bejött 2012 volt az első váltás, hogy a
125 lövő Moto3 lett, akkor sokáig a köridők hasonlóak, vagy nagyon picit voltak jobbak, mint a 125. És mentek el évek, és nem igazán jöttek gyorsabb köridők, úgyhogy mindig kiírtam, büszke vagyok. Még az mindig, én régi 2007-es köridőm is még mindig kompetitív a jelenlegi Moto3-as mezőnyben, de most már ez nincs így. Az idei évi aerodinamikai csomagja, mondjuk a KTM-nek, és a Pirelli gumik bevezetése, legalább másfél vagy két másodperccel gyorsabb, mint az előző évi köridők, úgyhogy most nagyon gyors a Moto3. Hát engem csak egy szalagcím hökkentett, meg pont a múlt héten volt a Moto3-asoknak is a hivatalos herezi tesztje, ahol jól emlékszem. Igen. És azt nem tudom, hogy azt láttad, de hogy a Moto3-as legjobb idő az gyorsabb volt, mint Alex Kiviének az 1999-es 500 köbcentiméteres pozíciót érő ideje. Én amikor kiírták, azt hittem, hogy hiba. Tehát, hogy valamit elírtak. És utána visszanéztem. 1.43.6-ot ment David Alonso az Aspar csapata. 1.43. Akkor most mondok példákat, hogy ez milyen köridő. Amikor Moto2-ben motoroztam, akkor azt hiszem 1.44-et mentünk 2010-ben. Igen. Tehát az egy top idő volt. A széria BMW-mmel, az ezressel, amikor ott voltam, akkor 1.45-öt mentem. Jó, nem versenyállapot, de mégis 1000 köbcentis motor. 1.45-öt mentem Jerezbe. 1.43. Az nagyon gyors. Engem sokkal. Tehát engem a pálya mellől mindig a Moto3-as kategória sokkal a leginkább. Tehát tök őszinte leszek, engem a Moto3-asok néha jobban sokkolnak egy MotoGP versenyen, mint a MotoGP. De 11 más nyakán fordulnak. Mert hogy így, ahogy. Tehát nagyjából mindig ezzel, hogy így, hogy. És akkor, ha már Moto3, akkor még egy utolsó topikra térünk el gyorsan. Ugye legújabb védencünk és reménységünk Farkas Kevin indul a Junior GP-n. Milyen reményekkel vág neki? Hogy érzed Kevinbe? Kevinbe milyen potenciál van? Nyilván mindenki szeretné látni az új futam győztes. Én mindig jobbat mondok ilyenkor a magyar versenyző, de hogyha tényleg teljesen reálisan kell erről nyilatkozni, akkor abból tudunk kiindulni, az előző évben ugye a Red Bull Rockies Cup, ami a MotoGP-nek a betét futama, ott már volt, hogy ment top 10-be, és itt nem csak a pozíció számít. Nem, a Kevinnél a fejlődés, fejlődés. Mert hogy nem csak a fejlődés, hanem hogy az, hogy az elsőtől mennyit kap a végén. És az pozícióban lehet, hogy sok, mert lehet, hogy éppen tizedik, de lehet, hogy csak 2 másodpercre maradt le az elsőtől. Úgyhogy nem csak a pozíciót kell figyelni, hanem az elsőhöz képest való gapet, hogy mennyire jön be. És ugye az előző évben láthattuk, hogy olyan pályákon, amiket ismer, ott már ez a gap ez egyre kisebb, egyre közelebb van, vagy tud menni az első csoport első bolyba, és ha majd csak a végén is, vagy bele tud szólni, az már egy nagy dolog, mert az első év az mély víz. Most viszont mellé jön neki egy olyan bajnokság, ami a junior világbajnokság, ahol gyakorlatilag ugyanazok a motorok meg technikák mennek, mint a MotoGP Moto3-as futamain, csak itt 18 év alattiak a versenyzők. Úgyhogy így együtt ezzel a terheléssel, mert ez egy terhelés, hogy ennyi futamon részt venni, hogy egyrészt a MotoGP futamain is fog indulni, másrészt egy külön bajnokság versenyein, amit ugyanúgy a Dorna rendez, tehát egy profi szervezés. Szerintem így tud teljes lenni a fejlődése, és hogy mihez, tehát pozíciókban azért nem mennék bele, mert inkább persze, az, hogy persze. Lemaradás, hogyha mindig tudna jönni egy másodpercen belül a legjobbhoz képest, mind kvalifikáción, mind versenytempóban, egyen belül, Ez egy szakmailag az egy nagyon jó dolog lenne. Ez változhat pályától is. Pozícióban meg ha tud lenni tizedik, akkor tud lenni ötödik is. Tervezed, hogy mész majd ki versenyeire? Itt ott meglátogatni? Igen. Igen. A örök álmodozó vagyok. Milyen érzés kerítene hatalmába téged? Egy ilyen utópikus gondolat, hogyha lenne majd egyszer egy új magyar futamgyőztes, akár Moto3-ban. Hát ezért dolgozunk. Tehát ezért jött létre a Honda is, hogy a fiatal versenyzőket támogassuk. És a karrier, akkor beérne a gyümölcs. És nem kell sietni, mert ő olyan szempontból jó lenne minél előbb, hogyha ilyenekről beszélni, de van még ideje. Most egy olyan úton megy Kevin, aki ugye bajnoka volt, illetve második volt ugye a Northern Talent Cup-on, ezzel megszerezte a lehetőséget, hogy magyar versenyzőként mehessen a Red Bull Rockies Cup-ba, és hát látjuk a Red Bull Rockies Cup győzteseket később, mindenki ott van a MotoGP legfelső kategóriájában, tehát aki ott dominál és tud elől menni, annak egyenes útja van a
feljebbi kategóriákba. És hát testalkata is a könnyűsége miatt szerintem ez egy plusz jó erény, hogy ugyan egy picit magasabb, mint én, de nem túl magas, de az még a motorosok között, de súlyban lent van, és ez is nagyon számít. Tehát szerintem a tempója az nagyon közel van a junior kategóriákból a világ legjobbjaihoz, de hogy ott az előzéseket majd hogyan menedzseli, hogyan tudja felépíteni a versenyt, a versenystratégiát, azt még várjuk, most nagyon nehéz lenne megmondani. Reméljük, hogy a legjobban is nyerni fog, ezt kívánjuk neki, de a realitás az, hogyha mondjuk mind a két kategóriában tud jönni a top 10-be, és egy-egy jobb eredményt, mivel én nem szeretnék rányomást helyezni, akkor az megteremtheti a következő évet, és az meg utána megint megteremtheti az azután évet, és van még bőven ideje a motorsportban. Ugye azt szoktam mondani, hogy a motorsport ez egy életszakasz, tehát hogyha most az ő életévét nézzük, akkor most 17, vagy 18, vagy 17, bocsánat, nem tudom pontosan, hogy mit teszem be, de hogy innentől kezdve 30-35 éves korig szépen lehet versenyezni, tehát van a karrierjében egy 10-15 év, amit szépen kell felépíteni tartalmasan, biztonságosan, és hogy mindig azt szoktam mondani, nagyon szép a világbajnoki cím, tehát az jó elérni, de van egy másik oldal azért stratégiailag, hogy ebből olyan érték és versenyző válhasson, most nem csak a Kevinnél, mindig ezt szoktam mondani a fiataloknál, akik ezt értékként tudják kezelni, tehát hogy ne a versenyzők része ne egy befizetős versenyző legyen, hanem hogy olyan érték lehessen, amivel ő pénzt keres, meg tudja teremteni az egzisztenciáját, és jól tud versenyezni, és tudja képviselni az országot, a támogatóit, és mindent, ami körbeveszi. Megmarad olyan egészségi állapotban, hogy reggelente még el tudja vinni a gyermeket óvodába. Hát köszönjük szépen Talmács Gábornak a szereplést, a vendégszereplést. Hát mi köszönjük, és önöknek, nézőknek pedig köszönjük szépen, hogy a P1rész podcast adását megnézték és meghallgatták. Ez itt a P1rész.hu podcastja.